Az asztal túloldalán Kövesdi Anikó Barbara, de esküsz, hogy nem fogom mind a három nevét használni az interjú során. 17 évet élt Japánban, azt már tudjuk. Mi szél fújt a távol-keleti országba? Üdvözlöm a nézőket. Igen, Japánba valójában a karate indított el a felé, hogy én Japánt így megszeressem. Itthon már bezárult minden lehetőség, hatodik dan megvolt, vagy a tizedik. Vagy miért pont Japán? Miért volt az a kifutási lehetőség? Érdekes, mert sok szempontból, vagy sok téma kapcsán tud eljutni Japánba az ember. Valaki küzdősportokkal, valaki a manga miatt, valaki egyszerűen csak a technika miatt érdeklődik, de inkább ugye a szamuráj és a világ. Az romantika, ugye? Így van. Az is van ott. Shogun. Igen, ezek. És akkor, amikor kiment Japánba, gondolom, olvastam, mert olvassák a nézők is, ajánlom nekik, hogy ösztöndíjat nyert egyetemi tanulmányai során, és így kerül Japánba. És ott milyen környezet várt, illetve miket tanult először is? Hát először az... Tehát maga az, hogy így karatéztam, nekem, engem az nagyon érdekel. Felkeresett egy dojót mondjuk? Igen, 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 felkerestem mindenképp. Eleinte így izgultam, hogy húha, Japán. És hogy fogadták ottan a mesterek, hogy megint valaki Európából próbál Japánnak lenni, de nem fog menni? Vagy mi volt a lényeg? Nagyon-nagyon kedvesek voltak. Én, mint ahogy az előbb egy kicsit említettem, hogy kicsit tartottam ettől a japán karatétól, mert ugye Magyarországon edzeni, vagy pedig Japánban edzeni azért két külön dolog, és nagyon izgultam, hogy bírom-e az edzéseket. Egyébként a karate az nem koreai sport eredendően? Nem. Nem? Nem. Akkor kínai. Nagyon-nagyon-nagyon régen Indiából származott. Egy indiai. Hát akkor közben kínai, persze, akkor igen. Japán. De vannak ugye a japán speciális... Tehát amik stílusok. Már ott alakultak, igen, Okinaván alakultak. Hallottuk a sziget nevét a másik világháború kapcsán, óriási harcok voltak ott, de most ugorjunk a jelenbe. Igen. Mit tanult Japánban a karatén kívül? Japán nyelvet. Nem könnyű. Hát nem, nem, nem. Nagyon szerettem. A magyar se. Igen, ahhoz az összehasonlítva egyszerűbb talán. Írni is megtanult? Egyetemi... Írni? Igen. Az még egy külön kihívás, igen, nem? Igen, igen. Nagyon szeretem az írásjeleket. Szépek. Ők háromfajta írásjelet használnak, és ezért a legkönnyebb, a közepesen könnyű, és a nagyon nehéz. Én mindig csodáltam, hogy SMS-t is küldenek ilyen jelekkel, igen, hogy igen. Az gondozó könnyebb, igen, vagy egyszerűsített. Igen, ha már a Word-ot használja az ember, akkor már úgy egyszerűbb a helyzet, mint az, hogy leírni. Igen. Na most térjünk vissza arra, úgyis kiprovokálom, hogy mit tanult Japánban? Azon ki, hogy nyelvet tanult, meg írni tanult, meg tehát milyen szakmai tudást szerzett? Igen, az Osaka Egyetemen tanultam management marketinget, és ez egy 3 éves kurzus volt, vagy hát master képzés. Azelőtt pedig, amikor legelőször kijutottam Japánba, egy ilyen japán nyelvképzés volt, így egy évig, és akkor úgy döntöttem, hogy én visszatérek. És 2 év múlva visszatértem Japánba, ekkor már a management marketing szakra. Most ez a 17 év, akkor 20 év alatt zajlott le? Vagy volt közben szünet? Hát ez a 17 év kb. Az, amit én húzom végig éltem ott. Kultúrában töltött. Uh-huh. Jó, most ne lovagjunk a számokon, szerintem nem az a lényeg. Így tegye fel a kezét, aki mondjuk 18 évig élt Japánban. Nem látok senkit. És amikor lediplomáztam, én egy öko-marketingből írtam a szakdolgozatomat, ezt is japánul, és közben elvégeztem egy fenntarthatós fejlődési kurzust is az egyetemi évek alatt. És akkor szépen lassan kialakult, hogy én mivel szeretnék foglalkozni, nem csak az egyetemi tanulmányok, hanem ilyen fontosabb találkozások miatt is úgy éreztem, hogy nekem ez tehát személyes kapcsolatokat épített ki, igen, és olyan emberekkel találkozott, akik megszállottjai voltak ennek a területnek, ugye, és ez fertőző, mint tudjuk. És akkor lehet ebből élni? Tehát ebből az így szerzett tudásból meg tudott élni?
Én először azzal foglalkoztam, tehát környezetvédelemmel akartam valami ilyen formában foglalkozni, mert hogy így találkoztam olyan emberekkel, akik így nagyon szaktekintély volt, és nagyon el tudtam mesélni, hogy ez milyen hatással, vagy milyen jellegű problémák vannak a világban. És amikor lediplomáztam, akkor úgy döntöttem, hogy valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni, és a Japán legnagyobb tava mellett, Shiga megyében, Shima prefektúrában sikerült egy hulladékfeldolgozó cégnél elhelyezkednem. 5 évig dolgoztam náluk, a környezetvédelmi tevékenység volt. Van annak jelentőség, hogy Japán legnagyobb tava? Tehát ez igen, a tóvédelem, vízvédelem is összefüggött, így akkor van, gondolom. Így van, így van. Összefüggött, plusz az, hogy én is végül is a Balaton mellől származom. És vannak ez olyan párhuzamok. Így van. Vannak párhuzamok, és a maga a vízgazdálkodás, a vízvédelme, az, hogy a környéken élőknek a tudatosság, a környezettudatossága mennyire magas. Tehát jóval magasabb volt, mint mondjuk egy oszakai embernek, aki inkább az üzleti világban, az üzleti életben él, tevékenykedik. Úgyhogy nagyon nagy hatással volt rám is maga az, hogy egy nagy tó mellett lakom, és nagyon sok környezetvédelmi szervezettel kapcsolódtunk össze, és tettünk több együtt azért, hogy jobb legyen a környezet. Most óriási váltásnak érzékelem, hogy megismerkedt egy módszerrel, ami már igazán gyakorlati oldalról is megközelíthető, pontosabban haszna is élvezhető, közvetlen haszna, sőt üzleti haszna is, és ez Európában is előbb-utóbb gyökeret fog verni, legalábbis a víziói szerint. Uh-huh. Most én köszönöm, hogy Ajkát választotta ennek a központnak a kialakítására, mert ezt, ha valaki nem érti, akkor olvassa az újságot, és mi a terve itt ezzel a módszerrel? Ugye egy kártyamódszerről beszélünk, amit nem sokára szabadalmaztatni fog, de hát kártya olyan sokféle van, van póker, van snapszer, van piroska, van hetes, van makaó, amit nyerésre játszanak, jó lapok. Ez milyen kártyamódszer? Tehát gondolom, ez nem olyan játékos, mint az autós kvartett, hanem valami tartalmasabb annál. Igen, a felszínen ez egy játékos módszer, mégis kártyajátéknak is így hívhatjuk, de ez egy olyan módszer, ami sokkal mélyebb értelme is van. Mire a résztvevők végeznek ezzel a kártyamódszerrel, játékkal, az alatt ők már elsajátítják azt a gondolkodásmódot, ami a fenntarthatósághoz szükséges. Ti csapatok játszanak egymással? Úgy van, hogy ennek még az nagyon fontos része. Bocsánat, nagyot ugrottam. Nem. Hogy nincs vesztes vagy nyertes, hanem hogy együtt hozunk létre. Így van. Együtt hozunk létre egy olyan világot, amiben mindenki szeretne élni. Igen. Most hogy képzeljük ezt, hogy a kártyákon feladványok vannak, kidolgozandó tételek vannak, vagy villámkérdés. Ha már egyetemen vagyunk. Egyetemen vagyunk, és itt mögöttünk, hadd mondjam el még egyszer, hogy egy izlandi zuzmó, élő dekoráció. Anikórok nagyon tetszik. Néha nyírni kell, azt hiszem, de egyébként gondozást nem igényel. Tehát egyszerű, mint egy birka. Na, azt etetni is kell. Ő meg a levegő nedvesség tartalma él. De hol is hagytam abba, hogy... Hogy a játék milyen... Igen, hogy milyen jellegű játékot képzeljünk el. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki nyer, azt már tudjuk, de milyen, gondolom, feladványok vannak, vagy valamilyen információ átadás folyik közben. Igen, ez egy szimulációs játék, aminek az a lényege, hogy 2030-ig a résztvevők létrehoznak egy világot, és ez a világ, ez tőlük függ, az ő tevékenységüktől, az ő projektjeiktől függ. Tehát kvázi fölépítik? Igen. Mert az Ekopoliban egy házat, vagy egy üzletet? Nem, hanem nem? Projekteket valósítanak meg, és mit tudom én, mondok egy példát, például express vonatot építenek,
vagy mondjuk fair trade termékeket, olyan etikus termékeket vásárolnak, ami ugye... És ezért pontokat kapnak, vagy? Igen, valamilyen szinten pontokat. Én fogom értékelni a világukat, a gazdaság, a környezet és a társadalom szemszögéből, és amilyen projekteket végrehajtanak, amilyen tevékenységeket ők végrehajtanak, attól függően fog változni a világ. És két kérdésem, hogy egy, nem unalmas ez a játék? Nagyon nem. Nem? Lehet nevetni is közben, nagyon. Meg tévedni és nevetni mások hibáin, hogy nem azt választottam, amit kellett volna. Csak úgy mondom, nem ismerem. Van egy fél idő. Igen? Van egy fél idő, amikor én bemutatom nekik, hogy jelenleg hogy áll a világuk, és akkor rá fognak jönni, hogy esetleg ilyen világot szeretnének, vagy mást. És ezt bemutatom, hogy jelenleg hogy áll, hol áll az ő projektjeik alapján, hol áll a világ. És nagyon-nagyon érdekes a változás a fél idő előtt és után, és az is nagyon érdekes, hogy hogyan fognak együtt dolgozni. Nem akarok sokat mondani róla. Nem, mert ugye, ne lőjük le a poént, persze, hogy még le sincs védve a módszer, ugye? Igen, de hogy nagyon érdekes a változás. Nagyon érdekes, hogy mikre kezdenek figyelni, amikre mondjuk az elején nem figyeltek. És igen, az elején van egy önközpontúság, de ez így átalakul egy ilyen együttműködésbe, és ez annyira szép. És nagyon jó látni, ahogy egyre aktívabb lesz mindenki. Értem. És mindenki beszippantja őket ez a játék. Nagyon élvezik, játék. Igen. Na most a másik kérdésem meg az lett volna, hogy mi a gyakorlati haszna ennek. Én már olvastam, ami nyilván kötelesem kéziratokat elolvasni, de hogy előbb-utóbb Európában is egyfajta követelmény lesz az, hogy kvázi erre a játékra, vagy erre a gondolatvilágra alapozva a különböző gazdasági társaságok jelentéseket írjanak, beszámoljanak a tevékenységről, mert igen. Ezt el fogják várni tőlük. Sőt, nem csak tőlük, hanem azoktól is, akik beszállítanak nekik, igen. Ha jól tettem a gondolatmenetét. Tehát aki ebbe a játékba bekapcsolódik, kvázi a jövőre néz és tervez. Így van. Azért szeretem ezt a módszert, mert olyan mély változásokat tud elérni, ami valójában a való világban kell, hogy felhasználódjon. És ezért ajánlom mindenkinek, magánszemélyeknek is, plusz tehát mindenkinek, aki akár az oktatásban vesz részt, akár a vállalkozásoknak. És a vállalkozásoknak azért is nagyon fontos, mert én Japánban nagyon észrevettem azt, hogy mondjuk a cég elnöke, vagy tulajdonosa, vagy vezérigazgatója, még ha így a felé is szeretne menni, hogy fenntarthatóság, ha a munkavállalók nem értik, hogy miről van szó, vagy akár a rész, akár a beszállítók nem tudják, hogy miről van szó, akkor valójában sokkal nehezebb elindítani ezt az egészet, mint ha... Tehát a játék arra is, ez a módszer arra is azt is segíti, hogy a minden egyes résztvevője a vállalatnak, vagy a munkavállalók, minden egyes személye tudja, hogy miért történik, tehát, hogy ez mi a... Mi alatt mit értünk, és közös nyelvet is tanulnak ezzel által, és igen. Jobban tudnak kommunikálni igen, közös egymással, nyelv is lesz, és hatékonyabban tudják a céljaikat megvalósítani. Igen, és a gondolkodásmódot el tudják sajátítani, hogy miért van erre szükség, mert nagyon sokszor... Nem értik, hogy miért van rá szükség, és ez annyira, tehát ez az, ami megváltoztatja. Szóval az a ravasz szerintem ebben a módszerben, hogy kiadhatjuk azt, hogy ezeket és ezeket a linkeken levő okosságokat tessék elolvasni és beszámolni róla, és akkor az ember megtanulja. De igazából összefüggéseiben a gyakorlatban nem tapasztalja meg, és ezáltal kevésbé tudja elsajátítani, mint egy ilyen játékba, bár nem szívesen mondom ezt a szót, mert elég véresen komolynak tűnik ez a játék, tehát előbb-utóbb követelményé válik, hogy az ember az ebben foglaltakat megtanulja és alkalmazza. Tehát kvázi ravaszul megtanítja olyan dolgokat, amiket én könyvolvasás vagy újságolvasás közben nem sajátítanék el. Nagyon fontos a tapasztalat, nagyon fontos az, hogy interaktív, és hogy saját magad... Azt mutatja meg, hogy minden egyes lépésünk a való világban is hat a világra. És mi, amilyen döntést mi hozunk most, az kifoghatni a jövőre, kifoghatni akár már rögtön a jelenre is,
és ez az, ami engem nagyon megérintett, hogy nagyon sok ember nem, azért nem tesz mondjuk lépéseket így a környezetvédelem szempontjából, vagy eszköze, vagy pedig az, hogy hát, ha én csinálom, egy ember most mit számít. Most de hogy ez nagyon-nagyon számít. Lehet, hogy rossz példát hozok, most jutott eszembe, hogyha én rendelek mondjuk egy kütyüt az interneten, akkor alig van, hogy kicsomagoljam és kipróbáljam. Uh-huh. Ki lehet-e próbálni ezt a módszert mondjuk egy tanfolyam elvégzése után úgy, hogy lássam azt, hogy na, megváltoztattam egy ponton valamit, és ezt már én csináltam. Tehát az a háérzés, vagy ez az örömérzés megvan-e, vagy lehet-e az emberben? Hogyha elvégzi ezt a módszert? Igen, igen, és ki is próbálja gyakorlatban. Tehát igen, nem, igen. Nem magán, hanem azokon, akik ezt nem is ismerik. De megfogalmaz nekik egy feladatot, de jó nyelvezettel és fókuszáltan a problémára fogalmazza meg, és olyan visszajelzést kap, amit azelőtt nem kapott volna, ha nem úgy fogalmazza meg ezt a feladatot. Most lehet, hogy egy kicsit bonyolult. Nem tudom, hogy jól értem el, de hogy valójában ezt a módszert bárki részt vehet ezen az oktatási módszeren, vagy ezen a játékon. Nem kell a fenntarthatóságról tudnia semmit, viszont olyan mélységekben fogja ezeket megtapasztalni, amivel sokkal egyszerűbb lesz megérteni a fenntarthatóságot magát, és azt, hogy miért kell ez nekünk az emberiségnek. Most befejezésül a jövőről egy pár szót. Ha ez sikerül szabadalmaztatni ezt a módszert, akkor itt Ajkán milyen tervei vannak? Mert tudom, hogy Japánban már a Daihatsu, meg ez a Coop nevű japán hálózat, gondolom a nevéből, alkalmazza, vagy elvégeztette a dolgozó ezt a dolgot, hogy itt Ajkán hogyan lát munkához? Vannak-e tervei? Mindenképp vannak. Én nagyon szeretem Ajkát, azért is, mert édesanyám itt született, és a rokonaim is itt élnek, és nagyon sokat hallok arról is, hogy faültetésben is mennyire aktív a város. Az egyetemi kurzus is fenntarthatósággal fog majd itt foglalkozni. Most, így van. Szóval én nagyon szeretnék itt hasznára válni a városnak. És hát az a tervem, hogy jelenleg japánul és angolul elérhető a kártyajáték. Az angol verziót már Veszprémben egy középiskolában meg is tapasztalták a diákok, és nagyon tetszett nekik. Viszont szeretnék egy magyar verziót, ennek a fordítása már folyamatban van. Jelenleg a nyomtatással kapcsolatosan is most mennek a lépések, és mindenképp akár ajkai vállalatoknál, önkormányzati dolgozóknál, magánszemélyeknél, iskolákban szeretném ezt a módszert bemutatni, és nagyon remélem, hogy hatással is lesz majd a következő lépésekre. Valójában ez a módszer egy alap lépés. Elindítja a gondolkodást. Így van, elindítja és a gondolkodást. Nincs kevesen ehhez? Már egy ember és több százer vállalkozás Magyarországon, tehát mire mindenhova eljut, az eléggé beláthatatlannak tűnik. Japánban moderátorokat képeztek ki erre, most már több százan vagyunk. Mint hogy Jézus is prófétákat, ugye terjesztheti a dolog. Így van, és a moderátorok azok, akik tovább viszik ezt a kártyajátékot, ezt a módszert. Szeretnék itt is akár egy moderátor képzést is, hogy akiknek megtetszett ez a módszer, ők tudják alkalmazni az ő területükön, és így egyben terjedést is azért elősegíti jobban, hogy nem csak én, hanem többen is vagyunk. Hát mivel piát és marketinget tanult, igen, nem aggódom a jövője miatt, de azért sok sikert és sok erőt kívánok ahhoz, hogy a tervei megvalósuljanak. Mikor találkozhatunk esetleg az első ilyen tanfolyammal, vagy továbbképzéssel, vagy moderátorképzéssel? Van-e valamilyen időhorizontja a dolognak, hogy hányat alszunk még addig? Karácsonyig biztos. Tehát a Jézuska meghozhatja az első eredményeket. Igen, nagyon remélem, hogy ez így gyorsan fog történni.
Látom, hogy pár hónap alatt ez megvalósul, mert mint a magyar kártya ki fog ez a játék. A magyar változata, nem az a tökfilkó, meg nem az a magyar kártya. Angolul már most meg tudnám csinálni, tehát hogyha aki szeretne, az van létjósultsága, szerintem polgármesterünk is úgy tudom keményen tanul angolul, tehát meg még sokan a városban, már óvodában is, úgyhogy ezen a téren se fogja vissza magát. Így van, angolul bármikor, és akkor a magyar verzió meg remélhetőleg pár hónapon belül kijön, és lehet csinálni. És nagyon, nagyon örülök, hogy Ajkán megkapom, esetleg tehát úgy tűnik, hogy megkapom azt a lehetőséget, hogy itt tudjam bemutatni ezt a módszert, ha úgymond először. Tehát ez az epicentrum az egész képzésnek, ha értem, és innen fog kisugárzni. És olvastam a cikkben, egy csupa nagybetűkkel leírt részt. Emlékszik rá, hogy mi volt az? Fenntartható város. Igen. Ugye ez a cél, ugye, hogy Ajka fenntartható város. Hát ez szuper lenne. Remélem, hogy én is tudok ehhez valamit hozzátenni.